Az Ipari Park 2 beruházás aktuális helyzetéről tartott sajtótájékoztató dr. Csáki András. A polgármester emlékeztetett, a beruházás keretén belül egy feltáró út épült, illetve bizonyos közművek, valamint egy szolgáltatóház megépítését kellett volna elvégezni. A projekttel kapcsolatban azonban az év elején számos szabálytalanságra derült fény. Idézte fel a történteket dr. Csáki András. A feladattal a Ceglédi Városfejlesztési Kft. És konzorciumi partnere a Pest megyei területfejlesztési non-profit Kft. Lett megbízva. A Városfejlesztési Kft. Vezetője minden alkalommal arról tájékoztatott, hogy a beruházás rendben halad, határidőre elkészül. A Kft. Felügyelő Bizottsága sem jelzett problémát, és a képviselőtestület is évente több alkalommal a Kft. Vezetőjének ezzel kapcsolatos, mint utóbb kiderült, valótlan beszámolóját egyhangulag elfogadta. A kivitelezés végső határideje múlt év közepe volt. A beruházás megvalósítására az önkormányzat összesen közel 630 millió forint támogatást kapott. A beruházás a megadott határidőre nem készült el, és a valóságnak nem megfelelő dokumentumok is kiállításra kerültek. A polgármester úgy fogalmazott, amint erről tudomást szerzett, haladéktalanul rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az irányító hatóság vizsgálata megállapította, hogy a beruházás csak részben valósult meg. Hozzáteszem, hogyha a 2021-ben elkészült feltáró út hivatalos forgalomba helyezési engedélyét megkérte volna a Városfejlesztési Kft., és ezt a projekt előrehaladási jelentésében az irányító hatóság felé jelzi, akkor beruházás arányos módon lehetett volna az egész projektet zárni minimális veszteséggel. Az irányító hatóság úgynevezett szabálytalanság történt megállapítással, jogkövetkezményként a támogatási szerződéstől elállt, és elrendelte a kifizetett támogatás kamatokkal növelt visszafizetését. A határozatban jogorvoslati lehetőség szerepelt, mellyel haladéktalanul éltünk, ebben kértük a kamat elengedését és részletfizetés engedélyezését. Dr. Csáki András hozzátette, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság időközben, illetékesség hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölte ki az általuk kért vizsgálat lefolytatására. Indoklásuk szerint nem vagyonelleni bűncselekmény, hanem a büntető törvénykönyv vonatkozó pontja szerint minősülő tévedésbejtéssel, tévedésben tartással, valótlan tartalmú nyilatkozattételével, vagy valós tény elhallgatásával elkövetett költségvetési csalás gyanúja merült fel. A polgármester végezetül elmondta, bízik abban, hogy az irányító hatóság a visszafizetés ütemezésével kapcsolatos kérelmet kedvezően fogja elbírálni.